Mint ahogy azt már láthatták előző műsorainkban, minden adásban bemutatunk önöknek egy olyan ferencvárosi lakost, aki nyugdíjasként is aktívan éli mindennapjait. Mai adásunkból megismerhetik Lukács Péter sakknagymestert. Mikor indult az ön pályája, mikor volt az, amikor először sakkfigurát fogott a kezébe? Kicsit régebbről kezdeném, mert az én sorsomat erősen befolyásolta az, hogy 3 éves koromban gyermekparalízis járvány volt, és azt pont megkaptam. És ezért abba az időszakban, hogyha visszaemlékeznek az 50-es évekre, a sport rendkívül népszerű volt. Szinte az egyetlen olyan jellegű tevékenység volt hazánkban, ahol ugye eredményekkel lehetett érvényesülni. És hát nagyon sok privilégiummal is együtt járt, utazással, olyan dolgok megismerésével, amit egyébként az átlag emberek akkoriban nagyon nehézkesen tudtak csak elérni. Na most a betegség azért segített, mert az összes sport lehetőséget ezzel azonnal kilőtte. Én ma utólag úgy gondolom, hogy nagyon szerencsém volt, hogy megkaptam. Mert így sokkal boldogabb életet éltem, a sakk felé orientálva, mint ha bármi mást csináltam volna. És ezen kívül volt bármilyen hatás, amitől pont a sakk irányába ment? Igen. A nagyapám az viszonylag jó kávéházi sakkozó volt. Ő elég sokat játszott, versenybíróskodott is, persze csak ilyen katonatiszti körökben, mert eredetileg ugye katonatiszt volt a foglalkozása. És hát viszonylag sok szabad ideje volt, és elég jó játszott. Tehát olyan szinten játszott, hogy engem mindig megvert. Tehát én vele játszogattam. Játszogattam viszonylag többet. Anyám mondta ugyan, hogy hagyjon nyerni, de nem hagyott. És az egyébként én úgy gondolom, hogy ma is egy jó pedagógia. Sokat beszélnek, ma is nemrég tévében láttam, hogy ne buktassák meg a gyerekeket az iskolában, milyen lelki fájdalmakat, de ez azért inspiráló is, szerintem a kudarc. Hogy az ember legközelebb valamit produkáljon. Ez az egyik indítatás volt. A másik nagy indítatás az volt, hogy hát én a fiatalkori életemet ugye főleg a tereken töltöttem. És itt úttörő térnek hívták, ma ugye Markusovszky térnek, akik ismerik, Markusovszky térnek hívják, jóval nagyobb területen feküdt, mint most. Tehát az azóta részben beépítésre került, és ott fölhelyeztek sakkasztalokat. És a sakkasztalokon elkezdtek ott sakkozni, és én igazán ott láttam sakkozókat először, tehát nagyapámat leszámítva. És azt fogott meg, hogy ez mennyire bonyolult, mert addig azt hittem, hogy csak egy játék. És akkor láttam, hogy ott hosszasan gondolkoznak. Legalábbis úgy tesznek, mint a gondolkoznának, később azt gondoltam. És a partik rendkívül hosszú ideig tartanak, tehát fél órát, egy órát néha. És hogy a kibicek ott elmagyarázták, hogy most milyen változatok jönnek számításba, hova lehet a figurákkal menni. Tehát ottan egy élénk eszmecsere folyt. És akkor engem ez annyira megfogott, hogy elmentem, ugye, vásároltam sakkönyvet. Ez akkor hány éves volt körülbelül? 12. 12, akkor vásároltam sakkönyvet. Én azokat a sakkönyveket elolvasgattam, tehát elvileg már tudtam sakkozni. Tehát ugye az alapszabályokat, hogy miket kéne csinálni a partiba, azt tudtam. Ennek ellenére nagyapám rendszeresen megvert. Mi szükséges egyébként a sakkhoz? Logika, tudás? Hát én szerintem nyilván van egy alap sakképesség, tehát a sakkreatív képesség. Tehát, hogy az ember a változatokat számolni tudja. Tudnék, a sakkozó mégis mit csinál egy partival? Leül, és megpróbál előre számítani. Tehát a fejébe tologatni a sakkfigurákat. És ez egy nagy kérdés, hogy valaki meddig tudja eltologatni fejébe a sakkfigurákat, ugye? Hogy meddig látja az állást, hogy látom-e 3 lépés múlva az állást, ami ugye köszönő viszonyban van a kialakuló helyzetnek majd, vagy abszolút nem. Uh-huh. Tehát ez egy alapképesség, ezzel lehet javítani, de akinek ez nincs meg, az nem lesz sakkozó. Tehát akkor bárki nem tud megtanulni sakkozni. Bárki nem. Nyilván
Hát bárki megtanul egy alacsony szinten, meg tud tanulni. Tehát egy olyan játékossá, aki akár még egy csapatba is szépen helytáll, egy mondjuk egy NB1-es csapat szintjén meg tud tanulni, persze. Annyit meg tud, de hogy gyakorlatilag nemzetközileg ismert sakkozó legyen, az feltétlenül képesség kell. És akkor hogyan történt utána? Tehát megtanulta a könyvet? Igen, megtanultam a lépéseket, és akkor egy olyan fél-egy éven belül már viszonylag, majd legjobb sakkozója voltam ott a téren. Tehát én viszonylag 14-15 éves koromban kezdtem igazán jó sakkozni, és akkor elég hamar eljutottam az ifi válogatott szintre. És nem is gondolkodott azon, hogy más, bármi más irányba menjen? Tehát ez nem, így nagyon megfogott. Nem, engem a sakk nagyon megfogott. Hát nehéz kérdés, hogy mi benne. Tehát, ez lett volna ugye, a kérdésem, igen. Ugye ez egy elég nehéz kérdés. Hát nyilván részben a sikerélmény. Tehát egy nagyfokú sikerélményt adott. Végtelenül fiatal korma megverni idősebb embereket, és hogy mindenki ottan dicsér meg, ugye el van alélva tőlem. Ez nyilvánvalóan ez egy nagy dolog volt. A másik, ami engem nagyon vonzott, az a sakkelmélet. Tudnék, még amikor csak megvettem az újságot, és láttam, hogy hol van a Magyar Sakkszövetség, és betévedtem oda, és ott véletlenül tartottak egy előadást, nem az én számomra természetesen, ez egy válogatott keret számára, vagy jobb sakkozók számára készült előadás volt, és akkor egy megnyitást egyszerűen kiraktak ott körülbelül a 15. lépésig. Azt nem is elemezték. A 15 lépést azt lehúzták, és onnan kezdődött az a 3-4 órás előadás. És akkor döbbentem rá, hogy ez mennyire összefognak a dolgok. Ugye, amikor hazajöttem, nem tudtam kirakni az alapállást. Ma már tudom, hogy ezt a Deli Péter tartotta a marssal változatról, amit egyébként később én magam is játszottam, és több komoly sikert értem el benne. Utána bekerültem az ifi válogatottba, aztán ugye a Spartacus első csapatába, és akkor gyakorlatilag ott maradtam. Tehát nagyon sokáig játszottam a Spartacusba, ugye nyertünk bajnokcsapatok Európa kupáját is, tehát a Spartacussal, és... Ez volt az első ilyen igazi nagy elismerés? Nem. Hát gyakorlatilag bajnokcsapatok Európa kupája már az 82-ben volt. Nem, előtte először válogatottba kerültem. A válogatottba kétszer lettünk ezüstérmesek. A moszkvai és egy norvég Európa bajnokságon lettünk ezüstérmesek, és közben volt ez a bajnokcsapatok Európa. Persze magyar bajnokságot, csapatbajnokságot sokat nyertünk. Milyen volt abban az időben, régen a szocializmusban a... Igen, hát sakkozónak lenni. Igen, sakkozónak lenni. Hát én az iskoláimat abban a pillanatban hagytam abba, amikor az első adandó alkalom volt. Ugye? És akkor, aki jó sakkozó volt, az elkerült egy sportállásba. Tehát voltak, ugye mi hivatalosan nem voltunk profik. Tehát ennek számos előnye is volt, mert ugye sokszor amatőrökkel játszhattunk. Tehát a nyugatiak egy részét, ugye sakkban ez nem volt, de például mondjuk jégkorongban vagy baseballban ki lehetett zárni ugye a profilikákat. Ugye tehát ezért szocialista országok azért könnyebben értek el olimpiákon eredményt. De valóban mi ugyanolyan profik voltunk, mert ugye volt egy fiktív állásunk, de a fizetésre kellett bemenni. Tehát gyakorlatilag nem kellett dolgozni, effektíven nem kellett munkát végezni. És hát itt az ember ugye egész nap sakkozott gyakorlatilag. Hát én nekem volt ilyen, többen össze is jártunk hasonló korú válogatott játékosok, és akkor együtt elemeztünk. Tehát a sakkedzés az gyakorlatilag abból áll, hogy az ember leül itt a tábla mellé és húzogat. Elemezget. Akkor legalábbis ebben járt, utána ugye amit kijellemzett, azt leírta bizonyos füzetekbe. Leírta. Ugye ezek felkészülések voltak a versenyekre, mert a versenyeken ezeket a megnyitásokat játszotta.
Tehát akkor fogta magát, és a kofferjébe berakta ezeket, és elvitte a külföldi versenyekre, vagy a magyar versenyekre, és délelőtt ezekből készült, ezekből a jegyzetekből készült. Ma persze, hogy a komputer az teljes mértékben megváltoztatott ezen a teren is mindent. Tehát 40 éves koromig csak profi sakkból éltem. Utána kezdtem el edzeni, persze ott még folytattam a profi sakkarrier, csak már nem olyan lelkesültem. És viszonylag keveset jártam külföldi versenyekre, főleg magyar versenyeken indultam. Ugye, és akkor jött be az edzés, ami mondjuk mindmáig ezzel foglalkozok. Ugye? Ezeket hogy képzeljük el az edzéseket? Tehát milyen a mai edzéseket. Szóval vannak a sakkedzések általában, azok úgy kezdődnek, ugye, hogy az átlag sakkozóknál megpróbálnak a tehetségeket fölkutatni. Én nem csoportokkal foglalkozok, hanem olyanokkal, akik már elértek valami eredményt, és tulajdonképpen így ülünk, ahogy magával ülök most szembe, és elemzünk. Ugye, ők megnézzük a játszmáit, ugye? Persze annyi különbséggel ma már, hogy azt fölvisszük kompjúterre. Tehát ugye minden megvan kompjúteren, tehát jegyzetelnünk már nem kell, tehát se a saját játszmáinkat kielemezzük, másrészt kielemezzük azt a részét a játéknak, ami nem megy. A munka a legnagyobb része a megnyitás. Ugye sakkparti áll megnyitásból, középjátékból, végjátékból. Ebből az következik, hogy végjáték nem mindig lesz. Még középjáték sem mindig. De megnyitás az mindig lesz. Mindig lesz, és emiatt ugye nyilván mindenki megnyitásra sokkal többet foglalkozik, mint a másik kettővel. Hogy képzeljük el ezt, hogy megnyitás, tehát mi ez pontosan? Igen, tehát tulajdonképpen arról szól a sakkjáték, azt nagyon hamar rájöttek, hogy a centrumot kéne elfoglalni. Ugyanolyan, mint egy háborúba, ugye a csatákba, ugye sokszor a csata azért dől el, mert hogy egy dombot megszerez az ellenfél, ugye? És onnan belátható a csatamező, ágyúzható meg minden tekintetben. Na most sakkban ez ugyanúgy van. Tehát a két leggyakoribb megnyitó lépés az E4, meg a D4. E4-ek játszották talán leggyakrabban. És ugye a sötét is ugye rögtön szemben áll, mert ugye a centrumot ő is el akarja foglalni. Most megtámadták a gyalogját, akkor megvédik. És itt kezdődnek tulajdonképpen a megnyitások, mert ugye ma a legnépszerűbb megnyitás még mindig a spanyol megnyitás. Ezt egy Ruy López nevező vezető püspök 18. században javasolta és játszotta. Ugye ez azonnali gyalognyeréssel fenyegetne, az lenne az értelme. És hogy látja most így az edzések kapcsán, hogy a mai fiatalságban mennyi tehetség van? Én szerintem tehetségben nincs probléma. A mai fiatalságnak ugye az elsősorban az, hogy nagyon sok mindennel foglalkozhat. Tehát nem lehet összehasonlítani a mi időnkbe. Tehát nekem az egy kiváló program volt, például, hogy a Kinizsi utcában itt Kinizsi utcában tartották egy időben a magyar bajnokságokat, hogy én elmentem és ott néztem. Az igény, hogy valaki valamilyen szinten megtanuljon sakkozni, az rendkívül időgényes továbbra, és 6-8 órákat jelent. Ugye? És ebből azért handicapes Magyarország is, meg talán az egész nyugat is, hogy azért itt már a munka intenzitásnál nem olyan nagy. Nem olyan nagy, mint mondjuk Kínába vagy Indiába. Azok a gyerekek simán 8-10 órát sakkoznak naponta. De persze itt is vannak kivételek. Tehát az egyik tanítványom, aki most a legjobb magyar sakkozó, ugye az olimpiai első Rapport Rihárd, az például 10 órát sakkozott naponta. Ugye most megvert a világbajnokot egyébként a legutóbbi Weltcup-zéi versenyen.